A Luca név a fényt jelentő lux szóból származik. A középkorban úgy tartották, Szent Lúcia a varrónők, vakok és szembetegek védőszentje volt, és bár alakja jóságos, Magyarországon mégis keveredik egy boszorkány alakjával. Ezért általánosan egy gonosz járónapnak tartották december 13-át. Ehhez a naphoz számos hagyomány kapcsolódik, többek között az a munkatilalom, miszerint nem lehet fonni és varni, nehogy a háziasszonyok megszúrják magukat a tűvel. Kapcsolódott egy ilyen termékenység varázsláshoz is, ami elsősorban a tyúkokhoz kapcsolódik, mert azt gondolták, hogy akkor ezzel bevarnák a tyúkoknak a fenekét, hiszen a tojás az egy nagyon fontos élelmiszer alapanyag volt, és hát nagyon fontos volt, hogy a tyúkok jól toljanak, mert ettől függött az, hogy hány tojás van, hogy ülnek a tyúkok, mennyi kell ki belőlük, hány csibe lesz. A lányok többféle módon is meg tudták jósolni Luca naphoz kötődve, hogy ki lesz a jövendőbeliük, de a következő év időjárására is tudtak következtetni. 12 nap van Luca nap és karácsony között, és minden nap egy-egy hónapot jelentett, és megnézték, hogy milyen az időjárás aznap, és akkor ebből következtettek arra, hogy az adott hónap akkor milyen lesz majd, vagy készítették a Luca búzát, amit Luca napkor egy tálban elhelyeztek, egy marék búzát, azt megöntözték vízzel, és hogyha az karácsonyig kizöldült és szép zöld lett, akkor arra következtettek, hogy jó lesz a termés a következő évben. A legismertebb hagyomány pedig a lucaszék készítés, amihez 9 féle fát használtak. Miután készítője felismerte segítségével a boszorkát, hazaérve el kellett égetnie a széket.